A szabályok meglehetősen egyszerűek voltak a VVS és a Magyar Evező Szövetség által szervezett versenyen. Az evezősök a vízből rajtoltak, bemásztak a tengeri egypár evezős hajóba, teljesítették a 250 méter hosszú szlalompályát, majd visszaindultak, hogy lehetőség szerint nyílegyenesen visszaszáguljanak a célzónába, ahol a habokba vetették magukat, és elrohantak, mi több, elvetődtek a célig. A sportág korábbi síkvízi világbajnoka Varga Tamás fontosnak tartja a fiatalos szakág népszerűsítését, ennek jegyében több helyszínen is rendeznek a velenceihez hasonló versenyt. Ha a szokásos tengeri evezést hasonlítjuk össze a normál evezéssel, elsősorban a hullámok, amik különbséget jelentenek, és ugye ezáltal az ott lévő körülmények, tehát az embernek meg kell küzdeni azzal is, hogy a hullámokat úgy lovagolja meg a hajóval, hogy a lehető leggyorsabban haladjon előre. Ami viszont ugye meglepetés számomra, hogy ezek a hajók, annak ellenére egy sokkal robosztusabb formájuk van, mint a normál versenyevezős hajó. Nagyon jó sebességet lehet bennük diktálni. Gyere, Maci! 2026-os ifjúsági olimpia ebben a számban lesz megtartva, illetve ugye most a 2028-as olimpia kapcsán a FISA-n belül vannak egyeztetések, hogy már ott esetleg olimpiai számként szerepeljen a beach sprint. Ugye Magyarországon ez egy, szerintem egy nagyon jó lehetőség lehet a kezünkben, hogy elsősorban azokat, akik kezdőevezősök, illetve maga sportág népszerűsítésre felhasználjuk ezt az eszközt, hiszen ugye el tudjuk vinni olyan helyekre, mint például most is vagyunk, ahol ugye így egy strandon nem tudnánk egy normál evezős verseny megtartani, és ugye gyakorlatilag itt a közönséggel együtt, az emberekkel, a civil emberekkel, akik nem evezősök, együtt tudunk élni, együtt meg tudjuk mutatni, mi a varázsa az evezésnek. Könnyen bele lehet ülni ebbe a hajóba, olyanok is, akik ugye nem rendelkeznek tapasztalattal, gyakorlattal, majd egy következő lépcsőfok lehet az, hogy az élsportban ezek a személyek átmenjenek. Tehát azt mondom, hogy a kezdetekben, hogy minél több embert toborozzunk az evezésbe, ez egy nagy segítség a számunkra. A strand sprint mellett 3 kilométeres túraverseny is zajlott csapathajókban, de az egypárakkal vízi kötélhúzás is zajlott. Vásároltunk ilyen hajókat is, és a klubban a napi szinten használjuk őket. Akármilyen szél, akármilyen időjárás viszonyok közepette tudunk benne elvezni. Vitorlások is meg vannak lepődve, hogy ilyenkor ti nem szoktatok itt lenni, mit kerestek itt. Nagyon bejöttek nekünk ezek a hajók. Elkészülni! Azoknak, akik mondjuk nem szeretnének versenyszerűen evezni, azok hétfő-szerda pénteken tudnak nálunk a VVS-be edzéseken részt venni ezekkel a hajókkal, és vannak még túrahajóink, amik kifejezetten amatőröknek szólnak. A VVS-i tengeri evezős edzései minden hétfőn, szerdán és pénteken 18 órától várják az érdeklődőket a gárdon.